Én szerettem volna, hogyha valami értéket tudok adni, el tudok gondolkodtatni, és még mindig ott van az a 14 éves kislányban megfogalmazódott motiváció, hogy valahogy mosolyt csalni az emberek arcára. Mert az jó, ha valaki mosolyog, akkor az fog visszatükröződni, azt tudja továbbadni, tehát hogy utána visszakapja, és attól jobb lesz, jobb hely lesz ez a világ. Arra gondoltam, hogy veled kezdem 2021-et ruhasztori tekintetében. Köszönöm. De azért azt valljuk be, hogy most még 2020 van, amikor itt ülünk. És ennek az évnek még nincs vége, és ugye ez az az év, amikor szerintem bármi megtörténhet sajnos. Ne mondj ilyeneket, kérlek szépen. Igen. Hogyha összegezni kellene ezt az évet, a 2020-as évet, akkor hogyan összegeznéd? Hát figyelj, hogyha valaki eddig úgy gondolta, hogy a változást azt is szeretné elkerülni az életében, akkor ebben az évben nem úszta meg. És szerintem ez az év a változás hegyekről szólt. És hiába, tehát hogy elvileg a változás mindig jó, szeretem ezt a mondatot, nagyon jó gondolat, csak amikor benne vagyunk, akkor nem ezt érezzük feltétlenül. Nagyon sokat tanulhattunk szerintem ebben az évben önmagunkról, hogyha egy kicsit is vettük a fáradtságot, hogy belenéztünk ebbe a helyzetbe, hogy hogyan viselkedünk ebben a pandémiás időszakban. Nem csak egymással, mert az is szerintem nagyon fontos, hanem önmagunkkal. Önmagunkkal milyen a viszonyunk? Tudjuk szeretni magunkat? El tudjuk fogadni magunkat? Én ezzel ugye sokat foglalkozom, és nekem is feladatom van ezzel. Egész életemben nem véletlenül foglalkozom ezzel a témával is sokat. Nem csak a külsőségekre gondolok, és egyébként az is nagyon fontos, hogy a külsőnket el tudjuk-e fogadni, vagy úgy tudjuk-e csomagolni, hogy ez, ha már itt vagyunk, hogy úgy tudjuk-e csomagolni, hogy az szerethetővé válik a saját érzéseink szerint. Vagy tényleg szembe merünk nézni a saját hibáinkkal, lemaradásainkkal, Isten, tehát én annyi hibámmal néztem szembe ebben az évben, hogy ez nekem is egy nagyon nagy tanulópálya volt. És azt gondolom egyébként, hogy a 2021 még ilyesmi lesz. Talán már nem az a tördöféses, sokkolóan mélyre menő, hanem annak az utórezgéseit fogjuk érezni. Mi az, amit leginkább megtanultál? Én szerintem ebben az évben éltem meg, hogy elkezdtem elfogadni a testemet például. Amihez kellett egy nagy változás, egy elég jelentős átformálás, és hogy nagyon erősen meg kellett találnom magamban a kitartást és az akaraterőt, és ezt valahogy sikerült megtalálni, és ebben az évben elértem azt a súlyt, meg azt a formát, ami már szerethető számomra, vagy elfogadható számomra. Ez előtte 36 évig nem sikerült. 36 évig te nem tudtad azt sosem kimondani magadnak a tükörben, hogy Marianne, én szeretlek? Mm-hmm. Ez így van. Igen. Lehet, hogy voltak olyan pillanatok, amikor azt éreztem, hogy most nagyjából rendben vagyok, de igazán mélyen, őszintén, szívből jövően szerintem nem tudtam. És a Marianne, én szeretlek, most vonatkozom csak a testre. Mert a Marianne, én szeretlek, az vonatkozhat a lélekre is, és azzal még mindig dolgozom. Az, hogy te most képes voltál erre a hatalmas változásra, ahhoz valami nagyon-nagyon kellett. Az sok minden kellett. Például az, hogy ne akarjak elmenekülni, és nem szembenézni, és szerintem ez mindenkinek a feladata, vagy valamilyen szinten, nem biztos, hogy olyan mélységben, mint nekem, mert nekem ez jelentősen, nekem az életem jelentős része szól arról, hogy a lehető legtökéletesebben megismerjem saját magamat, és ebbe beletartozik akár az, hogy jártam pszichológushoz, vagy voltam kineziológusnál, hogy miért volt nehéz számomra a nőiséget viselni, vagy anyává válni, jó anyának gondolni magamat, hogy miért gondolom, hogy mindig nem az igazi. Egyébként szerintem az, aki közben dolgozik, és úgy vállal egy családot, az mind küzd valószínű valamilyen szinten ezzel, és magamat állandóan hasonlítom másokhoz, mert keresem a kapaszkodókat, meg az orientációs pontokat. És hát nekem nagyon, nagyon sokat segített például olyan spirituális módszer, amitől lehet, hogy sokan óckodnak, meg lehet, hogy furcsán néznek rám ezért, de már teljesen nyíltan beszélek róla, hogy én voltam előző életes utaztatáson többször is, és volt egy olyan konkrét, amikor az anyasággal kapcsolatban, meg a nőiséggel mentem, és egy férfi életbe vittek vissza. Tehát én azt hittem, hogy majd egy előző életes anyai, nem is tudom, zsákutcát fognak mutatni, tudod, hogy valami nem sikerült, és hogy azt cipelem magamba, de nem. Egy férfi életet láttam, amiben
amiben egy olyan férfi voltam, aki tökéletesen uralja a testét, egy harcos. És akkor értettem meg, hogy ezt a testet hiányolom egész mostani életemben. Hogy ez fantasztikus érzés volt, hogy ebben az életemben először így lenéztem a testemre, és azt mondtam, anyád, ez nagyon jó, tök menő, hogy izmos, szálkás, hogy minden porcikája tudja, hogy hogy áll, hogy mit kell tennie ahhoz, hogy kell mozdulnia, hogy ez a test engedelmeskedjen, és a lélek akaratát teljesítse. És például ez volt az első kiindulási pont, utána kezdtem el így edzeni saját testsúllyal. És ez adott annyit, hogy legyen ehhez egy kitartást, és ez egy dolog, hogy az ember elkezd edzeni, de aztán ugye ez meddig. Na, ez bekapcsolta a kitartást. Bekapcsolta bennem a kitartás gombot, ami szerintem, igen, ezt írta nekem pont tegnap egy követő, hogy neked van kitartásod, Marian, és azt mondtam, hogy benned is ott van. Csak meg kéne találni a gombot, ami fölkapcsolja. Egy beszélgetésben hallottam tőled, hogy te valójában nagyon szeretnél férfi lenni. Igen. Igen. De ez innen jön? Vagy ez honnan jön? Ez gyerekkortól érzem, hogy valahogy könnyebb dolgom lenne pasiként ebben a világban. Aztán lehet, hogy tévedek, de valahogy kívülről nézve továbbra is azt gondolom, hogy valahogy ez egy férfiak által uralt világ. Azért ezt mondjuk ki. Persze. Jó? Tehát ez van. És ahhoz, hogyha valaki szőke, nagy kék szemei vannak, és úgy néz, akkor az rögtön szőkenősítve lesz. Tehát, hogy ez lehet fegyver is, ezt lehet jól is használni. Csak többet kell bizonyítani, hogyha nő vagy. Valahogy többet kell dolgozni azért, hogy elfogadjanak. De te sokszor megkaptad, hogy Marian, szőke vagy kék szemű, inkább ülj le csendben. Nem is azt mondták, hanem tudod, amikor érzékeltetik. Tehát, hogy még amikor 20 évesen azért a dekoltást azért kiraktuk, hosszú szőke haj volt, tényleg olyan brutál sminkeket csináltam magamnak, hogy a falatta a másikat, mert hát 20 évesen szerintem ez a dolga az embernek. Kísérletezzen, hangsúlyozom mindent, amiről azt gondolja, hogy az rohadt jó lesz. Ezért szeretjük, hogy visszanézni azokat a fotókat, nem? De nem baj, de ezzel semmi baj nincs szerintem, hogyha túlzásokba esünk, mert különben hogy találod meg aztán azt a középutat, amire szükséged van. És ugye abban az időszakban azért kaptam, igen. És éreztem is azt is, hogy abban van igazság, hogy nincs mögöttes mélység vagy tartalom, vagy nem olyan tartalom, tehát hogy nincs meg a műveltség, még nincs meg az olvasottság, még nincs meg a világnézet. Viszont bennem ez is bekapcsolt egyfajta akaraterőt és kitartást, hogy akkor ezt meg kell szereznem. Tehát, hogy én szeretnék mély, értelmes beszélgetéseket folytatni a világról, és nem akarok a felszínen elúszkáló picsusz lenni, de arra, hogy nem tudok jobb szó. Nekem ez nagyon szimpatikus volt benned, hogy addig azt mondtad, hogy te nem is akarsz a Facebookon, meg nem is akarsz nagyon social jelenlétet, igen, amíg nem érzed azt, hogy van igazán mondani való. Annyira kevesen gondolják. De cuki vagy. De ez valahogy, biztos, hogy volt benne némi kis hitűség is, de inkább azt éreztem, látod megint ezt, hogy nem ürességet. Most ürességet tegyek ki, meg kirakhatnám a táskáimat, hát tök szépek, nem? Érted, kirakosgathatnám őket, és néha teszek is ki olyan posztot, de azért az ritkább, az jóval ritkább. Tehát én szerettem volna, hogyha valami értéket tudok adni, el tudok gondolkodtatni, és még mindig ott van az a 14 éves kislányban megfogalmazódott motiváció, hogy valahogy mosolyt csalni az emberek arcára. Mert az jó, ha valaki mosolyog, akkor az fog visszatükröződni, azt tudja továbbadni, tehát hogy utána visszakapja, és attól jobb lesz, jobb hely lesz ez a világ. Valami ilyesmi a cél. Hogyha most itt ránézek a cuccokra, amiket hoztál, a táskákra, a ruhákra, azért az a csaljunk valami mosolyt, az abszolút ott van, tehát egyáltalán nem fekete darabokat hoztál. Nem. Van fekete is, meg van minden, van otthon kis fekete darab, tehát ilyen különböző, a flitteres is, tehát hogy nagyon nagy ruhatáram van. Ez nekem nagyon fontos volt, mert emlékszem, hogy 10 évesen is otthon Pilisvörösváron azt éreztem, hogy úgy öltöznék már máshogy, de még nem tudom megengedni magamnak. Aztán 20 évesen, amikor már kerestem és elkezdtem saját magamat öltöztetni, akkor azt éreztem, hogy
hogy kicsi nekem Pilisvörösvár, meg kinéznek, tehát hogy, mert ugye hát nem, tehát hogy vala, az valamilyen volt, az harsány volt, hát hogyha ezeket a színeket nézzük, akkor igen, ez harsány. Nem, olyan visszafogott vagy amúgy. Ugye, én egy ilyen visszafogott dáma, úri dáma vagy. Igen, igen, mert valahogy az életigenlést, azt, hogy az örömöt, hogy van értelme ennek az egésznek. Hát, de azt ki kell fejezni. És én ezt szeretem kifejezni, igen, és az öltözködésemmel is szeretem kifejezni, és a fekete meg amúgy is idősít, egyébként hordom. Tehát időnként, vagy fekete garbot, azt is tökre szeretem, mert tök elegáns tud lenni, de mondjuk ahhoz is. Igen, de mondjuk ahhoz is fölveszek, lehet, hogy valami, nem tudom, világosabb jacket vagy zakót. Vagy valami visszafogott gyűrűt. Jaj, de na, szeretem! Mesék, ez a legújabb. Ez a legújabb. Tehát ha idei költéseimet vesszük, akkor ez a legújabb. Ez egy magyar tervező, ez Veszeli Dorkáé. És képzeld el, hogy ez egy perui pirit, ami csodálatos képességekkel bíró kristály. És ez volt az utolsó darabja. Mennyire választasz tudatosan? Nagyon. Uh-huh. Tényleg az van, hogy igen, ott beszéltem erről, hogy 10 évesen vágytam arra, hogy úgy öltözhessek, ahogy, meg 20 évesen. És amikor elkezdtem dolgozni, és lett olyan fizetés, hogy nem csak a megélhetésre kellett, hanem már tudtam esetleg az öltözködésre is szánni, akkor én nagyon tudatosan kezdtem el a ruhatáramat felépíteni. De igazán 10 évvel ezelőtt cseréltem le szinte mindent, el is hoztam egy olyan ruhát, ami 10 éves. Mert hogy a kis pöttyöset megmutassam? Igen, igen. Azt még egy nagyon kedves stylist barátnő segítségével vásároltam, nagyon sokat tanultam tőle, ez rám jön még most is. Na jó, hát most nyilván azért, most aztán végképp rám jön újra. És ugye azt érzem rajta, és nem véletlenül választok, tehát hogy ez nem egy olyan ruha, amit egyébként, nem tudom, 50 évesen is, vagy hogyha olyan típus vagy, egy bosszú csizmával fölveszel, mert én igen, tehát én bízom benne, hogy ez simán. Valószínűleg a 70-es években is felvették. Így van. Nem pont van. Ez, de egy ehhez hasonló. De egy ehhez hasonló. Szóval, hogy őt nagyon-nagyon szeretem pont ezért, mert ő már az első, tehát a most már meglévő ruhatáramnak az egyik első darabja, amit így nagyon őrizgetek, ugye azokra 38-as. Ezek nagyon nagy dolgok. De hát most már, szerintem te most már inkább 36. Képzeld el, hogy igen. Jó, azért fenéktájékon nem. Tehát ott megmaradt a 38, de fölül, meg ruhában tényleg így van. Döbbenet számomra, hogy ez lehetséges. Tehát tényleg elképesztő. És nagyon igyekszem olyan ruhákat választani, mi tudom, hogy tényleg látod, hosszú távon hordható lesz, nem véletlenül van itt nálam Tomcsányi. Viszont látod, ebből sem a feketét választottam, mert ennek van fekete verziója is, hanem ezt, mert azt éreztem, hogy Istenem, ezt igen, élettel teli, vidám, nőies, klasszikus, nagyon szeretem. Isteni az anyaga, tehát hogy arra is ad, tehát hogy ez is egy időtálló darab, és nagyon jó érzés, hogy magyar tervező. Nagyon jó érzés, hogy tudom támogatni, mert hát basszus, világszínvonal, amit csinál ő is. És jó érzésre támogatom. Van még egy szoknya, amit meg akarok mutatni, ami ehhez a vonalhoz illik, az pedig ez. Ez egy Varga Viktória szoknya. A kis Marianka vágyálma és elképzelése, hogy 35 éves korára, bocsa, gyűrődésért, olyan ceruza szoknya, ami teljesen rásimul a mindenére, és hogy nem kidudorodik a nagy zsíros comb és csípő, jó, sajnálom, de ez van, hanem ez egy ilyen vállalható forma, és hogy ez a 38-as szoknya, nem győzi hangsúlyozni, hogy ez jó rám, hogy ez olyan, mintha rám szabták volna. Mi lett azokkal a ruhákkal, amikből kifogytál? Hát képzeld el, hogy a nagy részét azt bevetettem. Tehát, hogy nem. Van, amit elajándékoztam, de nem sok darabot, mert azokat a ruhákat azért szeretem itt az elmúlt időszakban, és van olyan, amit bevetettem, és van olyan, amit én vartam meg. Tehát, hogy van olyan, Szeretsz varni? Hát varogipen nem, de kézzel szépen megoldottam, hogy ne nézzen ki hülyén, meg tudom, hogy kb. Hol, hogy kell ki több ponton, hogy azért az jó legyen, mert van egy ilyen, tudod, ilyen magas derekú fekete nadrágom, ami hosszú, széles a lába, nem tudom, hogy ez nem a kulat, vagy nem tudom, hogy mi a neve, tök mindegy, és azt éreztem, hogy hát azt nincs időm arra, hogy ezt most elvigyem, és hoztam varogassák, úgyhogy szépen hátul két ponton, úgy, ahogy még így eltűnik, szépen be tudtam venni, úgyhogy mindegyiket használom. Amikor ránézed egy ilyenre, akkor valamennyire beugrik a gyerekkorod? Vagy szeretsz visszaemlékezni? Abszolút. Ennél is, egyébként még a te ruhádnál is, pedig ez nem feltétlenül olyan típusú minta, de valahogy mégis hozza az a heves az érzetet. Az a neve, hogy heves. Nagyon jól néz ki. És szeretek visszaemlékezni, de azért az én szüleim, nagyszüleim azért a divattal nem nagyon foglalkoztak. Tehát, hogy nem volt fontos, egy teljesen más beállítás. Anyukám hiába volt előadó művésznő, mivel nem hozta azt a kultúrát, vagy
nem tanulta meg, mert nem volt rá lehetősége, mert nem élt sokáig az édesanyja, hogy lehetne úgy csinosan öltözködni, ezért úgy ment a saját feje után, és egyébként voltak tök jó cuccai. Ez nagyon hasonlít például egy olyan kismama ruhára, mintában és színvilágban, amit akkor viselt, amikor engem várt, és akkor erről vannak képek. Tehát ez a kis lilás, sárgás, csak az nem kockás volt, hanem pöttyös. De most, hogy mondod, ez tök durva, hogy valószínű, ez is ott van valahol hátul, a tudatalattiban is, és ez is motivált arra, hogy például ezt a darabot kiválasszam. Az első karanténos hullámnál ott fulladoztam március-április környékén. Azt éreztem, hogy én ezt nem. És persze tartottam magam a szabályokhoz, de belül üvöltöttem. És milyen érdekes, hogy mit csinál mit ad az ég, vagy hogy alakítja a sors, hogy elkezdi küldeni az olyan sztorikat az agyamba, a lelkembe, félálomban, van, hogy meditatív, nem tudom, teregetés közben, amiből bejön, hogy május első hetében elkezdek írni egy könyvet, egy történetet, és lélekben élem meg a szabadságot. És ugye ez már megszületett, és ez most már a boltok polcain ott van. Ez mondhatnánk ezt így is, de csak egy bolt polcain. Egy bolt polcain, igen. Szabadossági kiadója adta ki ugye a könyvet. Igen, a Libertin. És ilyen nagyon szép történet, hogy te vagy az első könyv, ugye, aki megjelent. Igen, és az egész, figyelj, úgy szeretem, itt egy ilyen lánc, és azt érzem, hogy ezek a láncszemek így álltak össze gyakorlatilag az életükben is. Tehát, hogy kétharmada volt kész nyár közepén, 2020 nyár közepén a könyvnek, és akkor írt az Ági egy SMS-t, hogy a szülinapomon azt nem is tudta, hogy Marian, nem gondolkodtál esetleg azon, hogy írhatnál egy könyvet? Mert hogy én látok magam előtt egy ilyen kiadványt, tehát egy spirituális gondolataiddal is. Mondtam a Gyurinak, a férjemnek, hogy a vacsora, aztán hogy most felhívom az Ágit, mert amúgy is hívtam volna. Hogy ha kész lett volna a könyv, akkor felhívtam volna, hogy merre induljak, mert ő jobban ismeri azért ezt az egész piacot. És akkor hívtam, hogy az van, hogy a kétharmada kész. Ezt ne, mondod, de igen. És akkor rögtön... ez egy ilyen borsózós történet. Az. És én mondtam az Áginak még év elején, amikor podcastet forgattunk, beszélgettünk, utána, hogy azt érzem, hogy nekünk lesz valami dolgunk egymással, nem tudom, hogy mi, de azt érzem, hogy annyira működik valami összekapcsolódás, és ez azóta is így van, tehát, hogy annyira, úristen, nagyon szeretem. Műfaji meghatározását tekintve egy spirituális, szerelmes regény. Igen. De igazából szerintem lélektani regény, tehát egy nőnek a lélek fejlődéséről szól. Ez egy szerelmi háromszög története. Vagy mondjuk úgy, hogy van egy boldog házasság, 10 éve tartó boldog házasság, amint természetesen a magaméről vettem, mert nem vagyok írónő, tehát, hogy... És hogy mi történik akkor, hogyha belép egy karmikus kapcsolat, egy karmikus kapcsolódás egy férfival? Arra gondoltam, hogy jó, persze, nyilván fikció, de hogy azért a férjed például mit szólt ez a sztorihoz? Annyira szeretem, hát úristen, nála támogatóbb társ nincs a földön. Annyira sorsszerű a mi kapcsolatunk, és egyébként az abszolút benne van. Vagy az volt az inspirációja a házasságnak, ami meg kirajzolódik ebben a történetben. Miután ez egy fikció, és sose volt féltékeny, és nagyon szeret, és így hord a tenyerén. Nem szól egy rossz szót se, viszont nem olvassa el. Annyira imádom. Tényleg? Kézzed el, nem olvassa el. És nem azért, nem a sztori miatt nem olvassa el. Nem olvas. Tehát így rohadt sokat olvas reggeltől estig. Többet tud a világról, mint mi ketten együttvéve. Tehát döbbenet elme. De őt a könyvek nagyon ritka esetben kötik le hosszan, azt mondja, hogy erre nincs időm, tehát jöjjön az sok-sok információ, hogy össze tudjam rakni a világot, de hogy egy sztoriban, egy fikció sztoriban most elmélyedje kicsikém, az nem, és egyébként tökre értem. Viszont amikor elmondtam neki az ötletet, hogy május 4-én volt ez a bizonyos beszélgetésem a védikus asztrológussal, a Katival, és azt mondtam, hogy zakatolnak a történetek a fejemben, és összeáll egy képpé, vagy egy egészé, és mondta, hogy írd le, hát most az elkövetkező időszak ezt támogatja neked, hogy te írjál, és hogy nagyon sok tanítás jöhet rajtad keresztül, a könyvön keresztül, úgyhogy légy szíves. Jó, és ezt elmondtam aznap este a Gyurinak, aki életében másodszor reagált ugyanúgy, kicsiké, ez zseniál. Mi volt az első? Az utazás a lelked körül. Tehát, hogy ez a másik. Úgyhogy nem hisz. Tehát, hogy szerint ezek a dolgok nincsenek. Ez az egész egy... Tényleg? Tehát ő az nem igaz, hogy nem hiszen, szerintem most már nagyon, nagyon nyitott. Azt mondja, hogy abban hisz, hogy energiák vannak, amik összekötnek minket, és igenis egy csomó minden nem véletlenül történik. De például abban, hogy Isten, vagy szellem, vagy univerzum, hogy ez egy létező, intelligens dolog, én energiának nevezem, abban ő nem. Én is alapvetően ezért egy elég szkeptikus valaki vagyok,
De hogy amikor rólad olvasok, vagy látok, vagy bármilyen beszélgetést végighallgatok veled, akkor mindig az a nagyon szimpatikus, hogy nem azt a teljesen elborult elmét látom magam előtt, hanem látom magam előtt az újságírót, a riportert, a szerkesztőt, akit megtanítottak visszakérdezni. Még jó. Hát ez a dolgom. Igazából én, hogyha a műsoromat vesszük, én a keret vagyok. De nem lehetek az, aki majd én megfestem a képet, amikor nem rólam szól az a festmény, hanem arról, aki velem szemben ül. Engem nagyon érdekel, hogy más miben hisz. Nekem dolgom van a hitemmel ebben az életben. Meg kell erősítenem. Az én hitem szerint, és ezt mindig hozzáteszem a nővérem, és mindig mondja, mindig tett hozzá, jó, nyugodj meg. Az én hitem szerint én elvesztettem a hitemet több életben, és nem jóra használtam az energiáimat, mert én abban viszont hiszek, hogy többször élünk. És ebben az életben most kiköszörülhetem ezt a csorbát. Nagyon szeretem a kimonókat, és ezt én utcára nagyon sokat hordtam, de az elmúlt 2 évben már nem, viszont ez akkor került most elő újra, amikor elkezdtem írni a regényt, mert azt éreztem, Carrie Bradshaw vagyok, könyvet írok. Nem viccelek. Tehát, hogy kellett 2-3 hétig egy motivációs ruhadarab, hogy akkor ezt most fölveszem, és akkor így írok, mert hogy ezek a külső jegyek valahogy megerősítették benne, vagy mintha erősítették volna bennem az író női attitűdöt. Tudom, hogy nagyon hülye hangzik. De egyáltalán nem. Hát ez pont azt jelenti, hogy egyébként egy ruha az mennyit adhat hozzá. Igen. Már hosszú évek óta használom és meghordom az Inventino darabjait. Jeanette gyártja őket, figyelj, szeretet és remény, van egy ilyen kollekciója, amit ez év elején hozott létre úgy, vagy tavaly év végén álmodta meg, hogy még nem tudott a pandémiáról, és hogy mekkora szükség lesz arra, hogy szeretet és remény. Nézd meg ezt a gyönyörű szívecskét, még ott van, igen, és nézd meg, ott van egy kicsi kereszt is. Ennek még megvan az árcédulája is, ennek a szép kis darabnak. Arra készültél, hogy ebben leszel a könyvbemutatón? Képzeld el, hogy igen. De elmaradt a könyvbemutatóm, és nem ezt vettem fel végül, hanem másban voltam. Viszont nagyon erősen inspirált ez a ruha, mert hogy konkrétan a könyv első jelenetében a főhősnőm egy show műsorban megy el szerepelni, és ebben a ruhában van. Csak annyiban változtattam meg, hogy szexibb legyen, hogy csónaknyakat írtam neki. Csónaknyakat és 3/4-es ujjat, hogy ilyen még így tud, ilyen franciásabb legyen a stílus. De hogy igen, tehát hogy ez nekem hát a fehér nyilván a tisztaságot jelképezi, a tiszta lapot, ezt évelején vettem. Még akkor nem tudtam, hogy írni fogok, vagy hogy bármi lesz. Tehát ez 2020 évelején vásároltam magamnak. És nem volt még akkor rajtad azóta? Nem volt rajtam azóta, de remélem, hogy lesz alkalom, amikor végre viselhetem. De lehet, hogy majd felveszem valamelyik esti instás élőhöz. Csak azért is. Mondjuk a táskát, ezt még kicsit fura lenne, ha mellé raknád, de akkor mesélj ezekről a darabokról. Jó, van 2 magyar tervezői darab is, illetve, bocsánat, 3, na, ez szép. Kezdem ezzel. Ez az első magyar tervezői darabom, képzeld el. Buzás Zsófi tervezte, Sophie by Chance névre hallgat a táskát. Ugye, ezt megláttam. Ez nem egy műalkotás megint? Tehát, hogy annyira gyönyörűséges, jó, lehet, hogy valakinek ez sok, nekem nem. Tehát, hogy én imádom, hogyha ezek a darabok élnek, és saját személyiségük van. Ezt is ő csinálta, ezt konkrétan az egyik sztori gálára. Uh-huh. És ezt 2 vagy 3 rendezvényen is viseltem, és igen, fölveszem ugyanazt a táskát, meg ugyanazt a ruhát akár. Mert hogy jó, ezt nekem aztán nem volt. Ugye? Hát miért? Tehát, hogy könyörgöm. Igen. Tehát, hogy de akkor ez benned nincs, ugye? Nincs. Arra figyelek, hogy ne rögtön egymás után vegyem föl, tehát hogy nyilván, tehát hogy teljen, mit tudom én el, 2 év, vagy 1,5 év, de mondjuk sztorigála sincs mostanában, úgyhogy erről ennyit. Akkor ez itt egy kerényi virágdarab. Imádom. Ő egy őrült. A legjobb, a szó legnemesebb értelmében. Tehát annyira sok egyik másik darabja, ez egy letisztult, visszafogott darab most ezekkel a szegecsekkel, de hogy egyszerűen rajongok a munkáiért, és ha tehetném, akkor a strasszos eddig érő combcsizmáit is az utcán hordanám, ha egyszer eljön az az idő. Ez szerintem csodálatos, amit csinál. A minőség, ez neked mennyire fontos? Nagyon meg az hosszú távúság, tehát az, hogy nagyon, sokáig. Nagyon. Hát arra megyek, hogy minél tovább jó legyen, hogy ne az legyen, hogy akkor. Szóval ki vagyok attól, hogy mondjuk a Gyurinak veszünk pólókat, és egy fél év alatt az összes olyan állapotba kerül, csak attól, hogy kimosom őket hordás után a rohadt életbe, hogy elszíneződik, szétmegy, nem tudom, tehát hogy ott az engem nagyon, nagyon zavar, frusztrál, idegesít, és ezt nem szeretem, tehát hogy próbálok tényleg olyan minőségi anyagokat vásárolni, és sajnos vannak bőr dolgaim, tehát hogy én szeretnék egyszer eljutni odáig, hogy ne legyen bőrtáska, meg bőr csizma,
De mondjuk találkoztam olyan vegetáriánus szakáccsal, imádom, aki azt mondta, hogy ő eredetileg bőr, mi az, hogy hívják azt, aki kikészíti a bőrt? Bőrdíszműves? Azaz, bőrdíszműves, szeretlek. És mondta, hogy azért jobb, vagy egyel kevésbé megterhelő hosszú távon a környezetre nézve, de az állatok védők nyilván nem fognak ezzel egyetérteni, ha rendes bőr dolgot veszünk, mert az nem megy szét egy-két éven belül, hanem akkor azt tényleg 15-20 évig fogod hordani. Vega vagy már. Vega vagyok. De halat eszem. Halat eszem, azt, de nem sokat, mit tudom én, heti egyet, vagy egyszer vagy kétszer eszem halat. Peszkaterianus, én is az vagyok. Peszkaterianus. Jó, oké. Na, ezt megtanulom. Igen, de ennek is lelki oka volt, így azt éreztem, láttam egy disznóvágást egyszer, így a képernyőn, és csak megéreztem, hogy az állat mennyire fél, ez most már több mint 4 éve volt. És így azt éreztem, hogy én ezt nem akarom okozni, ezt az érzést senkinek, semmilyen állatnak sem, semmilyen élőlénynek, ha lehet. Úgyhogy, és hát azért elég sokat eszünk, tehát hogy azzal, az na, tehát hogy azt próbálom azért visszafogni, meg jobban is érzem magam. De például ez a változáshoz, ez is hozzájárult? Vagy mi? A testi átalakuláshoz? Mm-hmm. Szerintem biztos, hogy igen. Egyébként ott volt még egy nagyon fontos dolog, hogy nyilván az étkezés az tényleg 70%-ban számít, tehát hogy nagyon fontos volt, hogy befizettem magam Kisvirághoz, a gyönyörű, tökéletes testű fitnessvilágbajnoknőhöz, akit egyszer imádok, egy tündér, egy saját testre szabott étrendre, és akkor ott úgy is állította össze nekem, hogy peszkaterianus vagyok, és használni fogom ezt a hogy úgy étkezhessek, hogy tényleg amit szeretek, az legyen benne, és azt használom, úgy eszem azóta is. Ez nem igaz, nem jelenti azt, hogy néha nem csúszik be valami napközben, mit tudom én most volt, hogy beigrit kóstoltam a reggeliben, és megettem 5 szeletet. Nagyon jól érettem, már nagyon rég ettem cukros dolgot. De hogy munkaköri kötelessége. Így van, így is azt éreztem, hogy végig zabáltam a reggelit. De hogy egyébként abszolút betartom, mert jól érzem magam. Tehát, hogy jobban érzem magam így ebben a testben. És akkor kérdezik, hogy de hogy akkor nem hiányzik az, hogy nagyot bűnözhess, meg hogy zabálni, meg hogy este úgy íz, és így. De jobban hiányozna az, hogy ne undorral nézzek, vagy gyűlölettel a tükörbe. Azért neked szerintem, tehát hogy nem volt annyira sima az utad, ugye mi még a 20-as évek elején. Persze, még egyetemista voltam. Igen, egyetemista voltál, és akkor jöttél abba a szerkesztőségbe dolgozni, ahol én dolgoztam. Igen. Úgyhogy még onnan ismerjük egymást, és azért azóta veled nagyon-nagyon sok minden történt, és emlékszem arra is, hogy téged egy időben meg akartak változtatni, tehát pont ugyanazon az udvaron, ott a mafém udvaron, még emlékszem is arra, hogy sétáltunk ott a mafém udvaron, és mondtad, hogy úristen, vörösre akarok festeni a hajamat, és így senki nem értette, hogy szóval ez egy nagyon nagy út volt. Az. Tényleg, rövid időn belül. Rövid időn belül, de hogy ehhez szerintem nagyon kellett az, hogy te a sarkadra állj egyszer csak, nem? És azt mondd, hogy... Hát most már nem tudnák velem megcsinálni. Igen. Sőt, már 3-4 évvel ezelőtt se tudták volna már velem megcsinálni. De ha az nincs, akkor nem jutok el ideig. Most visszagondolva, egyébként minden úgy, ahogy volt, tehát ez nem kérdés. Tehát nem itt tartanék, nem így gondolkodnék, nem lenne saját műsorom, saját irányom. És ezért hálával tartozom, és a haragot pedig igyekszem feldolgozni, mert azért nem tudnám haragudni az ember, amikor úgy érzi, hogy megerőszakolják, tehát nyilvánvalóan ott azért. Vagy a legnagyobb, nem is a harag volt a legerősebb, hanem a kudarc élmény, hogy kudarcot vallottam valamiben, amiben nem is tudom, hogy én voltam a hibás. Volt egy időszak, amikor azt gondoltam, hogy nem leszek műsorvezető, hogy valami teljesen más után kell nézni ezután, mert ott volt egy akkora... Az nagy, az mélyre ment, az egy nagyon izgalmas, mély időszak volt. És de jó, hogy a férjem volt mellettem, édes kicsikém, akinek velem dobbant a szíve, és mondta, hogy ezt nem, nehogy már hagyd, hogy ez letérítsen az utadról. Ez a hit, ez mondjuk segített abban, hogy te akár ott is talpra állj, vagy akkor még ez nem volt annyira jelen az életedben? Akkor kezdtem el, hogyha nincs az a pofon, akkor nem indulok ebbe az irányba. Még benne volt, tehát még tartott a munka,
amikor jöttek föl ezek a gátló programok, erről is szerintem, erről már valószínűleg meséltem, hogy azt éreztem, hogy félek megszólalni, hogy nehogy hülyeséget mondjak, vagy bakizzak, hogy rettegtem a bakizástól, és ezzel olyan, mintha a saját magamra egy szájkosarat tettem volna, tudod, mikor magadat kötöd meg, és nem tudod elengedni, milyen félelem ez, honnan jön ez, miközben jobban vágytam arra, hogy ezt csináljam, ezt a dolgot, mint bármi másra akkor. És akkor azt éreztem, hogy ez egy akkora belső feszültség és ellentmondás, hogy itt ennek valami magyarázata kell, hogy legyen, és ott is elmentem egy rendezvényre, és találkoztam egy fickóval, Gergőnek hívják a mai napig, tudom, látom, megismerném, és magától elkezdett mesélni, hogy most végeztem el a spirituális választerápia tanfolyamot. Miért? Tehát, hogy miért kezded el ezt nekem mondani, tudod? És ez mi? És elmondta, hogy micsoda, és mondtam, ez érdekes. Ezt most, mintha már másodszor hallanám, előtte is hallottam valakitől egyszer fél évvel korábban, hogy lehet, hogy nekem az jó lenne, kéne ezzel foglalkoznom. És akkor másodszor hallottam, akkor fölfogtam, hogy ez egy üzenet, pedig akkor még nem voltam annyira tudatos, és akkor elindultam ezen az úton, akkor mentem el elvégezni ezt a tanfolyamot. És amikor mondjuk most megnézed a régi fotóidat, akár a gyerekkori fotókat, akár azokat a fotókat, amikor úgy néztél bele a tükörbe, hogy nem szereted magad, akkor most már jobban tudod szeretni? Igen. Igen, a gyerekkori ént mindenképpen, tehát mindegyik képre úgy nézek, hogy Jézusom, ez ki, de cuki. Tehát megvan a szeretet. Viszont az érdekes, vajon mennyi idő kell ahhoz, hogy az ember fölfogja, hogy más típusú testben él most már. Tehát a 3 évvel ezelőtti képekkel még nem vagyok teljesen kibékülve, tehát még nem érzem azt, hogy látom, hogy jelenség a nő, mert eleve 177 centi, tehát nem tudnám feltűnő lenni nagy szőke hajjal. De valahogy még, képzeld el, hogy most, igen, hogy ezt így megkérdezed, még van bennem egy kis harag szemben vele, az én régi énemmel, mert hogy miért nem csináltad meg ezt hamarabb? Uh-huh. Abból a sok-sok energiából, ami benned van, abból 2021 mit kap majd? Szerintem egy csomó minden, amit most elvetettünk 2020-ban, és ezek már esetleg tényleg tiszta magok voltak, legyen az kreatív ötlet, vagy egy vállalkozás, vagy valami, amiben benne van az, hogy a jót szolgálja, és nem csak az önös érdekünket, az szerintem 2021-ben elkezd szépen így kinyílni, virágozni, vagy rügyezni legalább. És ezt gondolom magammal kapcsolatban is, hogy a 2021 az még olyan dolgokat tartogat. Szóval az van, hogy 2020-ban se gondoltam, hogy könyvet fogok írni, érted? Tehát, hogy ez egy nagyon fontos leszke volt, hogy azt hiszed, hogy te tudod jól, hogy merre kell menned? Na, akkor mutatom, nézd, itt egy új kanyar. És szerintem ez lesz a kulcs a 2021-nek, hogy bátrak legyünk, és merjünk belemenni az újonnan kínálkozó helyzetekbe.